A Petőfi Sándor Művelődési Központ színház termében megtartott nyílt órán a szülők, hozzátartozók bepillantást nyerhettek a balettórákon folyó munkába. Jobban szeretem nyílt órákat, mint galákat, mert galán látja szülő 2 perc gyereket színpadon, és lehet éppen ez a szerencsétlen 2 perc. Nem tudta, elfelejtette, nem csinálta, szomorodva van, nem tudja kinyílni végig. Nyílt órán kicsit jobban bátorkodnak gyerekek, jobban csinálnak, mert ott tanár bármikor kicsit szólhat hozzá, igazít, de ugyanitt minden meg tud mutatni, amit gyakorol. Kicsit jobban gyereknek több ideje van, és jobban széles spektrum mutatja, mit is gyakoroljuk. A tanárnő óvodáskortól foglalkozik a lányokkal. Legjobb, ha kiskorosztály kezdi járni balettre, 3 évesek is már jöhetnek, mert van meg nagyon élénk egy gyerek, és tudja is végezni a gyakorlatok. Először van előképző, balett előkészítő gimnasztika, 2 év, ez kötelező. Ez majdnem úgy van, hogy ismétlés a tudása adja, vagy hogy mondják, mert így körülbelül ismételni kell nagyon sokat, sokat kell tornázni, hajlékonysági gyakorlatok, tagítási gyakorlatok, mindenféle, ami szükséges, spitz gyakorlatok, ami szükséges ahhoz, hogy megalapozunk, hogy tudjuk tanulni bizonyos technikát. Egy tanár legnagyobb sikere, ha a diákja az ő segítségével halad előre álmai megvalósításában. Az Oxana által tanított gyerekek közül többen már magas szinten balettoznak és táncolnak. Egy keceli diákja a Győri Balett tagja lett. Elsőként, első tanítványom volt János Kalmi fiú, aki most balettos lett, és táncol a színházba Budapesten, ő már végzes. Egy becsalmasi lányka volt a második, van még úti kislány, aki most tovább tanul. Utolsó 2 van, úgy mondom, hogy egy lányka van, ez múlt éven Győri Balett felvett kislányok, keceli kislányka, Dvorácska Virág hívnak, és most kiskörösi Gyuri, Dulai Gyuri, ő nagyon erősen társas táncolt, de jár balettórára, és felvettek művészeti iskolába. A gyerekek nagyon sokat kaphatnak ettől a tánctól, ma nagyon keveset mozognak, és ez a hiány sokszor már az egészen kis gyerekeken is meglátszik. A tánc mindent átmozgat, ráadásul nagyon kellemes elfoglaltság, nem unalmas, sok örömet ad. Emellett jobb a szellemi teljesítményük is a rendszeres mozgás miatt, és egész máshogy néznek ki, mint akik nem mozognak. Bizonyos adottságokra szükség van a komolyabb szint eléréséhez, de a baletton nyert tudás jó alap lehet annak is, aki a divattánc, a modern tánc, vagy éppen a jazz balett felé szeretne elmenni.